Itt ülünk Ábrahám Róberttel, és most fel fogom neki tenni a legfontosabb kérdéseket. Ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük! Szerintem én belecsapok akkor a közepébe. Hol van szerinted Lakatos Márk? Barátai azt mondják, hogy Kubában. És látták Lakatos Márkot? Hallották Lakatos Márkot? Mert van egy olyan, mondjuk úgy félelmem, hogy oka van annak, hogy ő csak írásban kommunikál. Én nem tudom, hát ezt a rendőrség már ki tudta volna deríteni, de nem nagyon akarnak beidézni senkit ezzel kapcsolatosan, hogy hol van a Márk. Meg nem is nagyon erőltetik ezt, hogy meghallgassák őt. Én nem tudom, hogy itt mi van a háttérben, vagy mi nem. Én nem tennék arra nagy pénzt egyébként, hogy Lakatos Márkot látjuk még Magyarországon bíróság előtt vagy rendőrségi kihallgatáson. De nem tudom. De akkor ez egy felér egy beismeréssel? Hát szerintem ez már akkor egy beismerésszerű cselekmény volt, amikor még csak március-április környékén kijött róla az első cikk, hogy hogyan vadászhatott kisfiúkra, és akkor mint csak ugye telefonos beszélgetésekben, és akkor is lelépett egy hónapra. Hát most általában az szokott szökni, aki attól fél, hogy kinyílik a szekrény és kiborul minden. Szerintem tekinthetjük annak persze. Azért érdekes ez a Lakatos helyzet, mert ugye azonnal, hogyha kiadott volna egy nyilatkozatot, visszautasítja, akkor talán más lenne a megítélése a helyzetnek, de mondtad, hogy a rendőrség nem igazán erőlteti meg magát, és most a 9. kerületi rendőrségről beszélünk. Kiderült már, miért hozzájuk került az ügy? Oda tartozik az ifjúságvédelem, de mindemellett egy picit előrehaladottabb már ez a dolog. Tehát itt úgy néz ki, hogy súlyosabb a helyzet, mint sem, hogy nem jó kedvel nyomoztak, vagy valami, de nem szeretném annak gyanúját kelteni, hogy a rendőrség bármilyen szinten bármiben benne van, de arról beszélhetünk, hogy mostanra kirajzolódik, hogy remélhetőleg csak mulasztások, de hogy nagyon komoly mulasztások vetődnek itt fel. Nem akarom játszani itt most az ördög ügyvédjét, meg ilyen álnaív kérdéseket feltenni, meg ilyen álkritikus kérdéseket, inkább csak úgy kérdezem meg, ahogy van, hogyha ugye az a vád folyamatosan, hogy te ezt megrendelésre készíted, ami most ezt már mindenkinek mostanra a szubjektív megítélésén múlik, hogy mit hiszel, hogy egy ilyen volumenű ügyben az a bizonyos megrendelő, még akkor magyarázzatok már el nekem, megrendelő, az hogy nem intézkedett még, és a Pintér Sándor által birtokolt, állítólagosan kézévezérelt rendőrség nem kapcsolta még le az összes celebet. Mert ezt rendszeresen a komment szekcióban ilyeneket lehet olvasni, és azért akarok erre egy választ tőled. Jó, de ezt olyanoktól olvasod, akiknek annyi mozgásterük van, hogy odaírják a poszt alá, hogy árad a Tisza, ha többet írnak, akkor kitiltják őket a közösségükből. Tehát most ilyen emberekről beszélgetünk, mert normálisan gondolkodó ember az ilyet nem mond, az nem idióta, de egyébként én nem mennék abba sem bele, hogy Pintér Sándor, meg Rogán Antal. Itt, ahol most voltunk, itt nemrég egy sajtótájékoztatót tartottunk ebben a helyiségben. Most a sajtótájékoztató után ülünk, itt kértél tőlem egy interjút, és itt korábban egy podcast üzemelt, ez volt a Ranitás, ahol most vagyunk. Talán elárulhatjuk a nézőknek, hogy a cuccaim ott vannak kis dobozkákból összepakolva. És ez már a kipakolási időszak, csak itt talált idejöttünk át jobb helyen, de hogy épp pakolunk el innen, mert hogy még ezt is elvették tőlem. Tehát, hogy én nem tudom, hogy kinek kellene bizonyítanom bármit. Én pontosan tudom, hogy mi történik, aki nem hülye, az is tudja, hogy mi történik. Aki meg ilyen konteókat kovácsol ebbe az ügybe, viszont más, könnyen bizonyítható dolgokra meg konteó címkét nyom, nekem azzal nincsen dolgom, és nem szeretnék rá egyébként energiát fecsérelni. Aki viszont fontos, és akire szerintem kell energiát fecsérelni, vagy pazarolni, vagy költeni, fordítani, az Mérő Vera. Mert Mérő Vera volt az egyik leghangosabb kritikusod, és nem csak azt mondta, hogy... Tehát már hogy nem azzal házalt, hogy Lakatos Márk ártatlan, és úgy olyanokat posztolt, ami azt indikálja, hogy itt te ezeket a koholt vádakat csak kitaláltad, összeszedted, stb. Stb. Majd. Amikor az ügyészségnél találkoztunk, és azt mondtad az interjúban, hogy állítólag Mérő Vera is tartja vele a kapcsolatot, ott valami megfordult. Azóta Mérő Vera, mintha máshogy állna hozzád. Mit tudsz erről mondani? Mérő Verával kapcsolatban nagyon sok kérdőjel van, de én nem tartozom azok közé, akik, hogyha a szemembe felajánlják, hogy segítenek, még ha a hátam mögött a posztjaik ennek ellenkezőjét is támasztják alá. Én akkor sem szeretnék velük szemben, ami konkrétan nem tudok olyanról, hogy mondjuk csak számítások vannak itt a dologban, és nem őszinte a közeledés, addig én nem tudok rosszat mondani. Egyelőre vele szemben is úgy vagyok, hogyha felajánlott a segítséget, és volt olyan a múlt héten, amikor a koronatanút elkezdték kutatni azokhoz köthető csoportok, akiket kihallgattak tanúként az emberkereskedelmi ügyben, akkor ő tényleg próbál segíteni, ez tény. Tehát ezt aláhúzhatjuk. Az, hogy ezen túlmenőleg neki van-e másmilyen kétkulacsos szándéka,
Azt én nem tudom, vagy nem tudhatom ebben a pillanatban. Kérdőjel van a nevem mellett, de nem fogom őt mocskolni meg senki. Tehát, hogy de elfogadod akkor a segítséget. Én bárkitől. Ha holnap felhívna ez az... Figyelj, tisztázunk valamit, ezt muszáj rendbe tenni, ezt többször elmondtam az elején. Lakatos Márk és Osváth Zsolt között az a különbség, hogy a Lakatos a szemben felmerül, ugyanaz az összehasonlíthatatlan az Osváthéval szemben. De azt mindig elmondtam, hogy ettől függetlenül mégis azt látom, hogy az Osváth jóval gonoszabb ember, mint a Lakatos, mert a Lakatos nem keni másra a szarját. Az Osváth nem csak, hogy másra keni a szarját, hanem végül azért fog ülni, aminek semmi köze nincs gyermekpornográfiához. De ami itt ezzel az üggyel kapcsolatban itt végigmegy, Osváth kapcsán, meg a Lakatos kapcsán, az nagyon ijesztő számomra. Gondolj bele, ez egy nagyon sötét napja, ami most történik a Magyar Igazságszolgáltatásnak. Létezik két ügy, az ország erről beszél. Az egyik megrontás, meg emberkereskedelem, a másik az gyermekpornográfia. Mindenkit berángattak, mindenkit zaklattak, kivéve azokat, akikkel szemben ilyen vádak merülnek fel. És ilyen helyzetben én azt mondom, hogy ha még Osváth Zsolt lesz az, aki holnap rám telefonál, és azt mondja, hogy Robi, meggondoltam magam, segíteni akarok nektek ebbe, és az én ügyemet meg majd a rendőrségen tisztázunk, akkor neki is azt mondanám, hogy ő is kap egy esélyt. Csak hogy értsd a hozzáállásomat. Most nyilván, ha Lakatos már keresni meg, hogy ő is segíteni, akkor arra nehezen tudnám azt mondani, hogy gyere segíts, mert az ő ügye az jóval mélyebb, meg ott azért a Lakatosnál a dominók fognak borulni, hogyha véletlenül élve hazakerül és nyilatkozni fog a rendőrségen vagy az ügyészségen. Szerinted esélyes, hogy nem kerül haza élve? Ez komolyan sanszos, ez nem ilyen kontom, nem összeesküvés elmélet. Én mindenkit szeretnék emlékeztetni, hogy mindenki azzal vádol engem, hogy én összeesküvéseket szülök meg, hogy miköze Biatt Orbánynak Lakatoshoz, miköze Lakatosnak Osváthoz, miköze Osváthnak az RTL hírigazgatója. Nagyon-nagyon-nagyon, mint a gombának a spórái, úgy fonódnak össze ezek a cselekmények. Nem én vagyok a nyomozóhatóság, tehát én nem jelenthetek ki semmi konkrétat, de logikusan gondolkodó emberként, meg ismerve olyan dolgokat is, amiket csak a nyomozóhatóság ismer, azt kell mondanom, hogy nem Conteo ez. Én azt látom, hogy Lakatost, minthogyha nem védenék annyira, nem mosdatják olyan gőzerővel. Elengedték. Lakatost elengedték. Ellenben téged folyamatosan támadnak és próbálnak hitelteleníteni. Szóval a kérdésem nem is erre vonatkozik, hanem arra, hogy szerinted elengedték Lakatos kezét? Elengedték Lakatos kezét, Osváth az értékesebb. Osváthban jóval többet fektettek a közelmúltba, és jóval fiatalabb. Lakatos veszte akkora. Lakatos túl idős ahhoz, hogy megérje őt, és ebből már lehetetlen visszafordítani, amibe került, de ha fiatalabb lenne, még talán megpróbálnák, de ő már túl idős. Nekik a fiatalok azok, akik beinvestáltak nagyon sokat, és azokat nem fogják csak úgy elengedni. Tehát, hogy a Lakatos az egy bukott bábú a saktáblán, de én még azért leveszek vagy két bársát a jövő héten. Reméljük, mert ugye volt egy interjú a Népszavával, vagyis hát egy majdnem interjú, amit a Népszava kért tőled. Igen. Élőt kértek. A Gulyás is kért élőt, ott is technikai ördöge, Népszavánál is technikai ördöge. Most, ha jól tudom, akkor és jól tudom, mert megnéztem, és erről van egy videóm is, a Népszava azt mondta, hogy nem adja le, mert hogy technikai okok, majd később megijedtek Magyar Pétertől állítólag, majd azt is mondták, hogy te sem adhatod le, még a saját hangodat sem. Mi volt ebben az interjúban olyan, amitől szerinted ők megijedtek? Pont ez az, nem az volt a baj, mi volt benne, mi nem volt benne. Mi nem volt benne? Hát nem volt benne ellentmondás, nem volt benne tehát nem volt jó van ez így kompatibilis, hanem hát én ugyanazt, figyelj, tisztázunk valamit, ha valaki igazat mond, az egy olyan forral rendelkezik a többiekkel szemben, hogy eltelhet 6 hónap, eltelhet 6 év, és megforgathatják 67-szer. Ugyanazt fogja mondani. Nem nekem higgyen senki, higgyen a személynek, kattintson vissza. Ugyan azt mondom az elejétől, nem Lakatos, Osváth ügytől, ugyan azt mondom mindenben. Nézze meg a másik oldalt. A Recska Show-ban most a Recska Zsolti a 67. narratívával állt elő, és most már olyanokat is bevall, amiket korábban tagadtak, amikor én mondtam. Például ez a pénzt ígért a fiúnak Vévés, vagy nem ezt mondom, Máci Zsolt, hogy ezzel védekeztek. És azt is bebizonyítottam, hogy nem ígérhetett pénzt Vévés ma. Mert nem stimmelnek az időpontok, de ne menjünk bele abba az ügybe, mert abban akkora tasli van a végén, hogy azt ne vegyük el a néptől. Az komolyan mondom, az a VB döntőtől is nagyobb érdeklődés fog kiváltani. Azt hagyjuk. Most mindenkinek van egy rendelt ideje. Én azért belekérdezek csak, hogy legalább értse a nézés, meg én is szeretném érteni. Akkor, mert ugye ezt már egy párszor elmondtad, VB Soma, Osváth Zsolti és a fiú, aki most jelenleg Zsolti kanapéján ül és áhított boci szemekkel néz Zsoltira, hogy kötődnek ők egymáshoz akkor?
Ha valaki nem látta volna még az első részét a szörnyeknek, akkor elmondom, hogy nagyjából az van, hogy Zsolti meg a Soma 2020-ban összevesztek, majd aztán kiderült, hogy bár V.V. Zsolti vádolta V.V. Somát szexuális zaklatással, Soma előállt azzal, hogy V.V. Zsolti az igazi szexuális zaklató, mert neki bizonyítékai vannak, hogy egy fiútól képet kért. Ez eddig világos, ugye? Aztán ez az én műsoromban hangzott először, a képek nem kerültek bemutatásra, aztán Zsolti meghívott magához, hogy tisztázza magát, ott szembesült a screenshotokkal, elájult, menstruációs görcsöt kapott. Mármint az üzenetváltásokkal? Persze, akkor tudta meg először, hogy megvannak ezek a screenshotok. És aztán most derült ki márciusban, csak eddig nem mondtam el a nyilvánosságnak, mert kampány volt, és nem akartam politikai témává tenni, és most szeptemberben mutattam be, vagy októberben, hogy ő maga árult el, hogy 27 éves korában tette ezt az egészet, és akkor volt a fiú 17, és igaz, az 2018, nem 2020. Még a tennepi napon is úgy kezdték a lecskasult, hogy na mi történt 2020-ban? Hát 2020-ban semmi, mert 2018-ban. De nem akarják, hogy az emberek megtudják az időpontot, mert a 2018-ban történt, akkor nem tudják belevonni a V.V. Somát, hogy lefizette a fiút. Csak kérdezem, a V.V. Soma botrány 2020-ban történt, vagy 20 után. Így van, és 18-as a cselekménye. Míg a fiú pedig 10, míg a fiú hogy nem volt indíték, hát így szóltak megbukni a Kalambó filmben a gyilkosok is, de csak visszakérdezek. Hadd kérdezzek vissza. Életszerűnek tartja az bárki, hogy ez a fiú állítólag 2020-ban elmondta Zsoltinak, hogy ő pénzt kaphatott azért, vagy ígértek neki azért, hogy lejár a pedofil ügye. De ennek ellenére a Osvár nem ment a rendőrség 4 éven át. Még most márciusban sem. Nem ment a rendőrségre. Az a Zsolti, aki feljelentette a mentőst a Covid idején, ha késett 5 percet. Nem ment 4 éven át a rendőrségre. A sértettje sem ment 4 évre, a sértett de facto sértett, mielőtt Zsolti 3 ügyvéddel beperel, de a végén az ügyvédekre azért vigyázzon, mert még szüksége lesz. Szóval 4 éven át nem ment. Életszerű ez bárkinek? Ha te megtudod rólam, hogy én pénzt fizettem azért valakinek, hogy téged pedofilozzon össze, te a barátom maradsz? És hallgatsz erről 4 évig, úgy, hogy közben téged ezzel támadnak? Az egész sztori bűzös, büdös és rothat, de nagyon kell ez. Ez a rothadt szafat az, ami az egészet, ezzel indult a történet, és ezt fogja végül lezárni. Ez kellett hozzá. Mi még nem zárjuk le, én még azért belekérdeznék pár érdekesebb, hogy szerintem ezek is izgalmasak, de most anélkül, hogy én belerángatnék ebbe az ügybe olyan embereket, vagy olyan neveket, akik határozottan elhatárolódtak tőle, és kimondták, hogy nekik ez soha nem volt közük, például Alföldi Róbert, akitől Magyar Péternek meghunyászkodva, hátratűrt, micsodával kellett bocsánatot kérnie, azért, amiért behoztani. Hogy került a képbe Alföldi Róbert neve Magyar Péteren keresztül? Hát erről korábban beszéltem, hogy 2 narratíva van. Ugye Alföldi Róbert neve a rendőrség számára volt ismert, mert egy bulival kapcsolatosan hangzik el a neve, de nem mint bűncselekményhez köthető név, hanem mint akit vártak, hogy megérkezzen a bulira. Mm-hmm. Inkább mint egy, aki csak nem is tanul részvevő. Részvevő, de még azt sem bizonyított, hogy később elment. Mm-hmm. És ugye én mindig csak olyan neveket mondok, ami mögött van bizonyíték, ami hiteles, és akkor vagy az van, hogy a rendőrség köpött a Magyar Péternek, és akkor az nagyon gáz, de szerintem inkább az, hogy hazudik. És nincs semmilyen információ, csak a kommentekből az Alföldi tippeldék a legtöbben, ő meg ezt így bemondta. De neki lennének, tehát ez a The Man imist akart erősíteni, de hát ennek az lett a vége, hogy nyilvánosan meg kellett hunyászkodni az Alföldi előtt, és hogy mondjam, tehát hogy most már bizonyítottan van egy férfi, aki térdelt az Alföldi előtt, az a Magyar Péter. Szép végszó lenne, hogyha nem akarnék még belekérdezni a Magyar Péteres ügybe, mert óhatatlan, hogy ezt az ügyet, ezt a Lakatos, Osvát, stb. Valamilyen úton, módon, mindenáron úgy akarják tálalni, hogy ez egy politikai ügy. Annak ellenére, hogy itt nem politikusokról van szó, nem is kampányban történik az eset, és nem, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs köze a politikához. De tudom, mint akar, csak térjünk vissza a Recskasóhoz, mert nem engeded erre ezt a témát. Nézd meg azokat a paneleket, amiket kivesznek a mikróból és újra használják. Március óta mondta meg 950 helyen, 950 videóba, 950 műsorba, hogy 2 ügy van, Norina, és van a gyerek, akit ő faszképet kért. A kettőnek semmi köze egymáshoz, én ebben az ügyben a gyerekkel kapcsolatosan vagyok érintett, mert nekem vallotta be, hogy elkövette. Azóta már másodnak is, de ez majd a jövő zenéje.
Norina semmi. Azt elmondtam 60-szor, hogy Norinának nem kell hinni persze senkinek, aki kíváncsi rá egyébként, a rendőrség mondjuk kíváncsi lehetett volna, hogy történt a bűncselekmény, de semmi. Erre Zsolti még mindig előhúzza a Norinát, hogy én a Norinának hiszek. Egyébként, bocsánat, ezt is tisztázok, ezt is elmondtam korábban. Amikor azt mondják, hogy Norinának azért nem kell hinni, mert transzvesztite is lebukott már, hogy korábban hazudott, ez mind a kettő Osvátra is igaz. Tehát, hogy akkor ezen a vonalon én is felteszem a kérdést, hogy Osvátnak hisz valaki egy transzvesztitának, akiről már többszörösen kiderült, hogy hazudik? De érted, hogy miről beszélek, és amikor jössze ezzel az összes ilyen becsomagolt kérdésekkel, hogy akkor a propaganda, politika, meg ilyenek, ezeket így elő lehet kapni bármire. Tudod, tehát bármit mondok, ha te nem tudsz vele vitatkozni, és te politikát akarsz ebből csinálni, és velem szemben határozod meg magad, akkor ez mindig ott van melletted a polcon. De tényleg mindenben, tehát hogyha holnap elüt valakit az autó, és nincs bizonyíték, de politikailag érdekelt vagy, hogy azt a valahogy csinálj a politikát, akkor simán mondhatod, hogy mennyit fizetett ezért a Tóni. Bármire, ez univerzális. Igen, érdekes, a Népszava újságírójának látszó inkvizítora kezdte ezzel a beszélgetést. Ne sértegessük, újságíró. Én ezt most, az a baj, Robi, hogy nehéz úgy beszélgetni erről, hogy próbálok azért objektív kérdéseket feltenni, és azt, ami az én közönségemet is érdekel. Olvasom a kommenteket, látom, hogy miket írtok, és látom, hogy mi az, amit meg akarnak kérdezni tőled, mert ugye... De hozzám oda lehet jönni az utcán, mert én nem járok testőrökkel, meg pisztolyjal, mint az Osvát, meg nem bujkálok, mint a lakatos. Hozzám bármikor oda lehet jönni, mondd meg a kedves nézőinek, hogy a legnagyobb szeretettel várom őket, mondom akkor nektek, hogy hozzám bárki oda jött. Oda is szoktak jönni, nem tudok úgy átmenni az úttest, hogy hárman ne jöjjenek oda megölelni. Míg a többiek otthon bujkálnak, fegyvert tartanak, arról beszélnek az interjúkban. Mi lehet az ok? Igen, ez egy érdekes kérdés. Na de akkor zárjuk azzal, hogy, és most megkérdezem ezt is. Magyar Péter jelenleg az ellenzéket ledomináló erő, oké? Okay? Ez pedig egy teljesen külön szálon futó, hogy Magyar Péter is beszélt erről, van a kettőnek köze egymáshoz, vagy van-e tudomásod, hogy lesz a kettőnek köze egymáshoz? A Lakatos géttel kezdődő ügyhöz, és bármilyen Magyar Péternek. Nem lehet köze, hát 16 éves, 6 éves, 8 éves ügyek, amikről beszélünk. Nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt a Magyar Péter, talán akkor még ő volt az, akit mindig meg kellett inteni az Orbán beszédek, hadd már abban tapsolt, mert már mindenki befeje, ő még akkor is tapsolt. Nem, neki onnantól van köze ehhez a dologhoz, hogy bele masírozott ebbe, és mert tehát észrevették azt, hogy ez egy olyan utca, ami le fog záródni. Aki bennmaradt, maradt, aki kimászott, időben kimászott. És ők megmérték, és arra jöttek rá, hogy a Tisza megítélésének ez egy sarkas pontja, mert hogy erodálja őket. És ezért próbálnak bele támadni, belehiteltelenkedni. Magyar Péternek itt az felróható, hogy ő tulajdonképpen bántalmazott gyerekek tragédiáján mászott be a politikába. És itt talán nagyobb felelőssége lett volna neki, hogy ha ilyen ügy kikerül, akkor ebbe álljon bele keményen, férfiasan, hogyha már dömennek hivatja magát. És nem azt, hogy ő neki magyarázkodni kellett volna, vagy azt a potyondiéknak kell, mert ők pénzt kértek azért, hogy megvédik a szörnyetől a gyerekeket, és nem védik meg. De a Magyar Péternek csak annyit kellett volna tenni politikusként, hogy akár felveszi velem a kapcsolatot, vagy akár bárki mással, és azt mondja, hogyha van olyan információtok, ami egy politikus számára olyan információ lehet, ami alapján tud segíteni, akkor ilyenkor független attól, hogy ki milyen oldalon áll, számíthatok a Tisza támogatására is. Hát ezt mondtam az elejét, hogy hozzunk létre munkacsoportot, delegáljon bele mindenki egy saját részre egy politikus, és próbáljunk meg ebben elvonatkoztatni a pártpolitikától. Azt is hozzátettem mindig, hogy azért nem tudod ezt kivenni politikából, mert nyilván ezt nem értik még a kedves nézők, de ez az egész egy teljesen más politikai időszakban szilárdult meg Magyarországon. Politika van benne, az érintettek egy bizonyos politikai körnek a kegyeltjei. És akkor itt, amikor elkezdik mondani, mi az izében nincsen meg ott, nem értik a lényeget. Itt most nem a magányos betegállatokról beszélünk, hanem egy szervezetről. A magányos betegállatból sajnos jut mindenhova. Lehet, hogy a te szomszédod, vagy a te unokatestvéred is érintett, nem tudjuk. Lehet az is, hogy te vagy én, nem tudhatjuk a másikról. De a szervezet, amikor privát bulikat tartunk, underage bulikat, drogozunk, az egy teljesen más, és akkor azokból lesznek később a szerkesztők, azokból lesznek később a hírigazgatók, azokból épülnek ki azok, akik castingolnak, de a castingon már úgy szervezik be a fiúkat, hogy már előre készülnek arra, hogy őket beviszik megint a körbe. Ez egy teljesen más sztori. És ez a színházi élet, a zenei világ, mind-mind szennyezettet, de ezt könyörgöm, úgy teszünk, nézünk itt mindenki egymásra, mint borjú az Újkapura, és közben mindenki tudja, ez létezik, és ezek voltak azok a körök, hogy tök mindegy, hogy MSZP-s kormányzat volt, tök mindegy, hogy Fideszes kormányzat, tök mindegy, hogy holnap után a Momentum lesz, ami nyilván most csak egy ilyen fikció, mert az nem történhet meg, de érted, az elit az nem sérül.
Ugyanőket, vagy ugyanazok az emberek állnak ezeknek az intézményeknek az élén. Nézd meg, most kétharmados többséggel van egy jobboldali kormányzat, és mégis azt látod, hogy azok az emberek, akikről beszélgetünk, akikről mindenki tudja, hogy kik, azok ugyanúgy hatalommal bírnak, befolyással bírnak, sok esetben nagyobb hatalommal is befolyással, mint azok, akik a politikai vezetés élén állnak. Akkor az utolsó kérdésem az, valami pozitívval szeretném zárni. Szerinted hogyan lehetne, és nem csak magát a gyermekvédelmet, de magát ezt az egész helyzetet megjavítani, vagy meggyógyítani, mert hogyha kigyomláljuk a valódi szörnyeket, akkor mi a garancia, hogy nem lépnek újak a helyére? Mi lenne a te megoldásod? Először is el kell pusztítani ezt a piramist úgy, ahogy áll. Rohadjon, pusztuljon az egész úgy, ahogy áll, boruljon össze. Onnantól kezdve az elit el fogja engedni azt a korábban dédelgetett tévképzetét, hogy úgy sem lesz senki, aki szembe jön. Hiszen meg fognak szégyenülni, ki fog derülni az ügy, fel lesznek derítve, stb. Így megszűnik ez a bizonyos zárt láncolat. A másik, ami nagyon fontos, hogy a bürokráciát ebben az ügyben helyre kell tenni, meg ez kell reformálni. Az, hogy amikor egy áldozat segítségért fordul, akár a rendőrséghez, akár a családsegítőhöz, akár bárhova, ahol is gyászat fordulhat, akkor ez nem fordulhasson elő, hogy az áldozatot meghurcolják, megszégyenítik, jönnek a politikusok és a politikai érdekeik miatt titkosszolgálati ügynököknek bélyegzik őket, hanem az áldozatot áldozatként kezeljük, és a gyanúsítottakat a legelső percre, a legszigorúbban tartsuk szemmel, zárjuk el a sértetjüktől, olyan ne történhessen meg, ami egyébként csak banánköztársaságukban szokott, hogy a de facto gyanúsított, a de facto sértettel talkshow-t forgat. Hát ilyen ne történhessen meg Magyarországon. Tosvágy Zsoltról és a fiúról beszélsz. Ilyen nem, ez az igazságszolgáltatás szégyenfoltja volt. Van elképzelésed arról, hogy ebbe a delegációba, akiket mondtál, hogy a minden párt delegálna egy képviselőt, kik lennének benne? Látsz olyan politikusokat, vagy olyan civil szervezeteket, aktivistákat, akik ebben tényleg érdek nélkül, tényleg őszintén, lelkiismeretesen részt tudnának venni? Ezek az egyeztetések már megkezdődtek a háttérben, csak ezzel kapcsolatosan azért nincs még konkrétumom, mert még nem tudtunk minden érintettel beszélni. Ahogy az előre halad, akkor nyilván előbb beszámolódik, pont az lenne a lényeg, hogy mindenki, de azt már most lehet látni, most lehet érezni, hogy kik azok, akik nem fognak ebben részt venni, viszont onnantól kezdve ez ő ellenük lesz egy olyan szégyen bizonyíték, amivel szemben már nem tudnak még egyszer eljátszani, hogy lehúzgálják az embereket. Jó, hát akkor zárjuk ezzel ezt a beszélgetést, Robi. Nagyon szépen köszönöm. Én csak annyit tudok megígérni, hogy itt leszek egy kamerával, és tudósítok nektek a fejleményekről. Köszönöm szépen.